A csertelepen élők összetartó, családias, egymást segítő közösséget alkotnak egymással. A korábbi évek hagyományait követve a településrész központjában felállított karácsonyfa előtt szerveztek ünnepi műsort advent utolsó vasárnapjának délutánján. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumba karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel burul földre imádkozni. Az én kedves kis falomba a Mesiás boldogságot szokott hozni. Bíró Józsefné Ady Endre Karácsony című versével köszöntötte a jelenlévőket, majd Réter István osztotta meg gondolatait az ünnepről. Advent utolsó vasárnapján Máriát, a kegyelemmel teljest állítja elénk, példaként a római katolikus egyház is. Máriát, akit Isten különleges kegyelme az összes teremtmény fölé magasította, és mégis úgy élt, mint egy egyszerű názáreti asszony. Ezek között a szürkének látszó hétköznapok között élte az Istennek szentelt életét. Végtelen bizalommal mondott igent Isten nagy tervére. Nem értett mindent, mégis hitt. Rózsavölgyi Lászlóné két karácsonyi történetet mesélt el, majd közös éneklés mellett mindenki felhelyezhette az általa hozott díszeket a közösség karácsonyfájára. Tűz, dobog a téren, dob szól és nebedük, körtánc forog a jégen, sok szív meg szeli dűl. Gyere szólj, mert az ének szó, szántó vár és friss hó, így jó, ha minden felnőtt gyermekként játszott. A Wolfram együttes alkalomhoz illő dalaival szórakoztatta az egybegyülteket, miközben forró italokkal és süteményekkel kedveskedtek egymásnak a városrész lakói. Nézd, ez is boldogság, hűsen simogat a tél, ha belül ég szívedben a forróság, nem lesz baj, ne félj. Nézd, örök álmot sző, zöldben ünnepel a fák, mese szép égér a bénfenyő, dísze száz kislány. Nagy tűz dobog a téren, dob szól és hegedű, forog a jégen, sok szív megszeli dűl. Gyere szól, már az ének szó, szántó vár és friss hó, így jó, ha minden.